Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve két napra szól ez a felvétel, hiszen nagy változás nem lesz a következő napokban. Ez egy indiai asztrológia. Ha nem tudod azt, hogy melyik hónapban születtél, ennél a védikus asztrológiánál, a felvétel alatt ott van egy tabella, és utána nézhetsz. A mai napon a hold eléri az arany kaput az ekliptikán. Itt vannak a hiádok és a plejádok. A plejádok központi napja Alkyone. Ezt ismerjük a meséből, Holle anyu története. És most itt vagyunk ennél az energiamezőnél, és elgondolkozhatunk azon, hogyan tovább. Vannak pozitív gondolatok és érzelmek, vagy negatív gondolatok és érzelmek. Kik vagyunk? A szutykos Mari, vagy az arany Mari? Itt mi hozzuk most a döntéseket. És én indítanék a kós jegyével. Itt mozog Uránusz bolygó az indiai számítás szerint. Uránusz bolygó hatása alatt változások lesznek. Merkur bolygó közeledik a kós jegyéhez, az jelent jó kapcsolatokat vagy egy jó hírt. Vénusz bolygó az a vízöntő jegyében van, a levegő elemében, és a kós jegye a tűz eleméhez tartozik, és a levegő eleme és a tűz eleme barátságban állnak egymással. Mars bolygó még a bak jegyében van, az nem jó hatással van ránk, kos születettekre, hiszen akkor itt érezhető a fáradtság, a kimerültség, de Mars bolygó hamarosan a vízöntő jegyében lesz, és akkor úgy könnyebben haladnak előre a dolgok. A bika jegye. A bika jegyében mozog Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó. Utal egy új irányra, egy új életterületre, változásokra, és természetesen kármikus témákra. Itt mozog a hold, tehát aktiválja az érzelmeket, ezek lehetnek anyai kapcsolatok is. A hold mozgása jelenthet kisebb változásokat. Egy jó hír várható, és a bika jegyénél megvan az életerő egy új kezdethez, viszont a szerelemben vagy egy bírósági ügynél még vannak bizonytalanságok. Az ikrek jegye. Az ikrek jegyében nincs jelenleg mozgás, viszont kívülről jön hatás Jupiter bolygó által. Valaki segít, vagy megkapod az igazságot. Ami a kommunikációt illeti, még vannak nézeteltérések. A szerelmi élet területén, vagy egy bírósági ügynél, ott szerencse van az ikrek jegyénél. A rák jegyében nincs mozgás, viszont van külső hatás Mars bolygótól és Szaturnusz bolygótól. Mars bolygó adja az élet erőt, itt van segítség, vagy közeledik egy férfi, aki szintén segít, és Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak változások, itt stabilizálódik valami. De Szaturnusz bolygó és Mars bolygó tükröz valamit a rák jegyének, tehát oda kell figyelni ezekre a kapcsolatokra, vagy arra is, hogy milyen változások lesznek, milyen sorsdöntő változások. Szép beszélgetések, vagy egy jó hír, egy előnyös szerződés várható a rák jegyénél. Ami a szerelmi életet illeti, vagy egy bírósági ügyet, ott még vannak bizonytalanságok. Az oroszlán jegye. Az oroszlán jegyében jelenleg nincs mozgás, viszont Mars bolygó,
Vénusz bolygó és Jupiter bolygó energiát küld kívülről az oroszlán jegyéhez. Itt párkapcsolatról és szerencséről van szó. Ami a bírósági ügyeket illeti, vagy egy bizonyos helyzetet, amit eddig igazságtalannak láttál, ott most oda kell figyelni, ezeket a dolgokat rendezni. És most erre megvan a lehetőséged. Ami a kommunikációt illeti, itt vannak még bizonytalanságok. Az is lehet, hogy ő visszahúzódó, vagy te sértődtél meg, te vagy visszahúzódó, és vársz arra, hogy ő jelentkezzen. A szűz jegyében nincs jelenleg mozgás, viszont a nap és Merkur bolygó energiát küld kívülről a szűz jegyébe. Itt oda kell figyelni bizonyos dolgokra, különösen ami a terveket, a kommunikációt vagy szerződéseket illet. A szerelmi élet területén még vannak bizonytalanságok, hiányzik a könnyűség. Viszont megvan az életerő ahhoz, hogy bebizonyítsd magadat, vagy egy új kezdetnél. A mérleg jegye. A mérleg jegyében jelenleg nincs mozgás, viszont van hatás Szaturnusz bolygótól és Jupiter bolygótól. Ez kívülről jön. Jupiter bolygó az szerencsét hoz, vagy egy bírósági ügynél rendeződnek a dolgok, amiben Szaturnusz bolygó segíteni tud, hiszen itt kialakul most valami. Ami a kommunikációt illeti, itt még vannak nézeteltérések, nincs meg az életerő, fáradt vagy, kimerült vagy, viszont a szerelmi élet területén most nagy szerencséd van. A Szkorpión jegye. A Szkorpión jegyében mozog jelenleg két túl a lefele mozgó kármikus csomó, ami utal kármikus témákra, érzelmekre, a múltra. A hold energiát küld kívülről a Szkorpión jegyébe. Ezek lehetnek anyai témák, vagy kapcsolatok, de jelenti az érzelmeket is, a vágyakat, a reményeket, az álmokat. És ez nagyon érezhető most a Szkorpión jegyénél. Jó kapcsolatok, előnyös szerződések, vagy egy jó hír várható a Szkorpión jegyénél. A szerelmi élet területén vannak még bizonytalanságok, viszont az életerő itt van, vagy egy férfi segít neked. A nyilas jegye. A nyilas jegyében jelenleg nincs mozgás, nincs külső hatás, viszont szerencse a szerelmi élet területén, egy bírósági ügynél rendezheted a dolgokat, vannak jó ajánlatok, tehát megvannak a lehetőségek, megvan az életerő, valaki segít neked a környezetedben, viszont a kommunikációnál lehetnek nézeteltérések, vagy egy előnytelen szerződés, tehát nem a megfelelő időpont most szerződéseket kötni. A bak jegye. A bak jegyében mozog Plutó bolygó aktiválja a belső erődet és a szexuális témákat. Itt van Szaturnusz bolygó, és Szaturnusz bolygó hatása alatt lesznek sorsdöntő változások. Mars bolygó szintén a bak jegyében van, az utal az életerőre vagy egy férfire, aki segít neked, vagy lesz egy új kapcsolat. A vízöntő jegye. Itt található Neptun bolygó aktiválja az álmokat, a reményeket, az intuíciódat. Itt van Jupiter bolygó, ami szerencsét hoz, lehetőségeket, és itt mozog Vénusz bolygó, az utal a nőies energiára,
és a szerelemre. Egy jó hír várható, egy férfi közeledik, hiszen Mars bolygó hamarosan itt lesz a vízöntő jegyében. A halak jegye. Itt van a Nap és Merkur bolygó. A Nap hatása alatt kiderül az igazság, megvilágít bizonyos témákat, láthatóvá tesz valamit, és Merkur bolygó utal a kommunikációra, itt van jelenleg mozgás, előre mennek az események. És ami a szerelmet illeti, itt van a közelben, a szomszédos jegyben, itt megvan a levegő eleme, a könnyűség, amit a halak jegye a szerelmi élet területén él át. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!